Úr legyen veletek. És a Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőségnek el Isten is. Mikor ezen a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus. Megállt középen, és azt mondta nekik, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk, vegyétek a Szent Lelket. Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Ezek az evangélium hírei. Áldjon téged Krisztus! Kedves testvérem, hit és gyógyulás útján a mai lépésünk az, hogy Jézus szolgálatából megismerjük a gyógyulás alapelveit. Szükségünk van erre a tanulásra is, mert nagyon sokszor éppen a tudatlanság okozza bennünk a kétségbeesést. A tudatlanság, vagy konkrétan a félreértés, hogy valamit nem úgy látunk, ahogy Isten szeretné, ez okozhat bennünk nem kevés szorongást is. Ha valamit nem úgy értek, ahogy az Úr szeretné, és szorongást támad bennem, hogy most akkor mi az igazság, mi fog történni velem. Azt hallottuk most az evangéliumból, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Ebből induljunk most ki. Jézus Krisztust elküldte az Atya. A mennyei Atya. Azért, hogy megmutassa nekünk, hogy mi az igazság valójában. Nekünk már nem szükség a saját értelmünkre hagyatkozni pusztán, csak azért, hogy mi kitaláljuk, hogy vajon tényleg van-e egyáltalán igazság. Napokban úgy érzem, kaptam egy kis sugallatot a Szentlélektől, és elkezdtem hallgatni az interneten keresztül a Karamazov testvérek hangos könyvet, Dosztojevszki írása, és nagyon szép hangjátékban előadják híres magyar színészek. És már az elején egy komoly-komoly filozófiai vita van arról, hogy vajon, ha nincsen halhatatlanság, ha nincsen Isten, akkor ennek mi a következménye? És hát nagyon határozottan mondja egy filozófikus alkotó szereplő, Iván, hogy ha nincsen halhatatlanság, akkor a bűn szinte kötelező. Akkor a gaztett meg van engedve. Utána, ahogy megy tovább a regény, van egy olyan pont, amikor az apa, ugye három fiúnak az apja, na, határozottan megkérdezi, hogy akkor van Isten, vagy nincs Isten? És Iván azt mondja, hogy nincs. Aljosa, aki ugye szerzetesoktól jön ki látogatóba, azt mondja, hogy nekünk tulajdonképpen nem is kell azon rágódnunk, hogy vajon mi a következménye annak, hogyha nincs Isten. Mert ez nagyon nagy tévedéshez vezet. Egyébként magában a műben Zosimas Tarec, a szent életű szerzetes, olyan határozottan, szelíden és nagyon bölcsön azt mondja
ennek a filozófikus alapvető vívának, hogy ugye maga se hisz igazán ebben az elméletében. Itt valóban nagyon szörnyű lenne a világ, hogyha azt mondanánk, hogy a gazda, a bűn, az mindenkinek szabad. Térjünk vissza ide, hogy azt mondja Jézus, hogy amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Tehát nekünk Jézus Krisztus elhozta az igazságot, hogy a mennyei Atya szeretnénk, hogy Isten a mi irgalmas Atyánk. Nekünk nem kell azon morfondíroznunk, hogy vajon mi történne akkor, ha nem lenne Isten, és akkor jogunk lenne arra, hogy milyen bűnöket követhessünk el. Ez nagyon kicsavart logika, sőt, elég sátáni, hideg, gonosz logika, amiből utána ebben a történetben, amit idéztem, súlyos bűnök láncolata következik. Jézus Krisztus tehát bennünket is küld. Azt akarja, hogy úgy szolgáljunk, mint ahogy ő maga szolgál. És ehhez egy kicsit lássuk azt lépésről lépésre, hogy hogyan szolgált Jézus, most konkrétan a hit és gyógyulás útjára vonatkoztatva. Jézus minden föltétel nélkül gyógyított. Még arra se kényszerítette az embereket, hogy térjetek meg, és majd akkor meggyógyítalak benneteket. Ennek a leghalványabb jelesítsük. Nyilván Jézus akarta azt, hogy az embereknek térjenek, de például ott van az a jelenet, amikor jön a pogány idegen a római százados, és kéri, hogy az ő szolgáját gyógyítsa meg Jézus, akkor Jézus gondolkodás nélkül föláll, indul, és láthatjuk, elképzelhetjük szinte, hogy milyen dinamikus Jézus, milyen erő van benne, és ahogy áll föl, már mondja azt, hogy megyök és meggyógyítom. Tehát nincs ott, hogy az, hogy előbb térjél meg, te pogány. Szó sincs róla. Jézus Krisztus együttérző irgalmassága tétovázás nélkül megvalósul. Következő, amit Jézus szolgálatából láthatunk az alapvető igazságok közül, hogy Jézus az Atya nevében cselekedett. Ezt hallottuk is a föltámadás után. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Hadd mondjak erre a saját életemben egy nagyon szép, nagyon határozott példát, ami itt történt ebben a kórházban. Az intenzív osztályon voltam, mondtam, betegtől betegig, és az egyik férfi ember látszott, hogy picit magánál van, tudtam vele beszélgetni, odaléptem, mondtam, dicsértes Jézus Krisztus, imádkozzatok magáért. És az volt a kérdés, hogy ki küldte magát? És szinte én egy tized másodperc alatt gondolkodás nélkül azt mondtam, hogy az egyház küldött. És erre jött azonnal további kérdés, és az egyházat ki küldte. És erre ugyanígy gondolkozás nélkül szinte egy ösztönből, hiszem, hogy a Szent Lélek feszedett ebben a pár másodpercben, azt mondtam, hogy Jézus Krisztus. Tehát ki küldött engem, az egyház küldött, ki küldte az egyházat, Jézus Krisztus. És ki küldte Jézus Krisztust, a mennyi Atya. Tehát Jézus az Atya nevében cselekedett. Mi pedig az egyház küldetésével Jézus Krisztus nevében cselekszünk. És milyen volt ez az Atya nevében való cselekvés? Jézus az igazságot mutatta be, azt, hogy milyen a mennyei Atya. És hogy az egészség, ugye most itt a gyógyulásra koncentrálunk, az egészség az Isten alapvető áldásai közé tartozik. Ugye mit mondott Jézus a mennyei Atyáról? Igazaknak is, gonoszaknak is, jóknak is, rosszaknak is, fölkelti a napot minden rabja. Olvashatjuk a Máté evangéliumban. Egyi beszédnek egy nagyon szép pillanata, 5. fejezet, 45-46. Atyátok fölkelti napját a gonoszokra és a jókra,
esőt ad igazaknak és gonoszoknak. Ilyen, ami mennyi Atyánk. És ugyanígy, ő akarja adni az áldást mindannyiunkra, az egészségünk terén is. Tehát Jézus Krisztus minden különösebb elvárás nélkül szeretetből gyógyított. Még csak nem is a hatás kedvéért, hanem egyszerűen azért, mert a betegek betegek voltak. Hogyha ki van száradva, virága, szedénkben, akkor öntök rá vizet. Azért már virág, virág, mert a föld a száraz, és öntök rá vizet. Beteg, beteg, akkor segítünk rajta, amit nem tudunk. Nagyon sokszor ezeket az egyszerű dolgokat újra és újra el kell ismételni, és hinnünk, hogy ez igaz. Aztán a következő. Krisztus szeretete nem csak a lelkek megnyerésére irányult, hanem maguk az emberek felé. Sokszor mi úgy gondoljuk, hogy biztos, hogy Jézus állandóan azon gondolkodott, hogy megnyerje az embereket, hogy meggyőzze őket, hogy kiverje a fejükből a tévedésüket, és végre akkor térjenek már vissza Istenhez. Magyarul, hogy megnyerje a lelket. Ez persze igaz. De ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy Jézus egyszerűen csak be akarta mutatni ezzel azt, hogy Istennek mi a magatartása a szenvedők, a bűnösök felé. És ez a magatartás, ez a törődés. Törődik. Tehát nem csak azért gyógyít, hogy bennünket megnyárjon és meggyőzzön, és na, akkor most már ugye hinni fogsz, hanem egyszerűen azért, mert törődik velünk. Aztán a következő. Jézus teljes szolgálata jóval több volt egyszerű fizikai gyógyításnál. Tehát kiad az egész emberre. A János evangéliumban olvashatjuk azt is, amikor vitatkoznak, vele a farizeusok, nem mintha ő akart volna velük vitatkozni, hanem ők kötözködtek. És azt mondja Jézus János 7.23, miért acsarkodtok rám azért, hogy az egész embert meggyógyítottam? Ez a kifejezés, hogy az egész embert. Jézus szolgálta az egész emberre irányul. Tehát maga akarja változtatni az egész ember testestől, lelkestől. De nagyon sokszor Jézus életében is az emberek a gyógyítást csak egyfajta kezelésként fogadták, aztán továbbálltak, és nem hagyták azt, hogy Isten országa kihasson igazán az egész életükre. Jézus azt akarta, hogy megérezzük, hogy van egy magrendítő üzenet, hogy rendüljön meg a szívünk, hogy szükségünk van Isten. Jézus nem pusztán társadalmi reformerként lépett föl, hanem maga akarta érinteni az embereknek a szívét. Nem csak megváltoztatni a szociális viszonyokat, hanem gyökerestől visszafordítani az elveszett embert Istenhez. Azt akarta, hogy a szeretet ajándéka a személyessé válja. És erre van talán a legnagyobb szükségünk, hogy átéljük ezt a személyességet. Hogy Isten tudja a mi nevünket, hogy úgy szólít minket saját nevünkben. Aztán a következő, amit Jézus szolgálatából láthatunk, mint egy ilyen alapigazság a gyógyulás terén, például amikor a 10 leprást meggyógyítja, tulajdonképpen egy kicsit zárójelben mondva, egy kicsit cselt alkalmaz Jézus, azt mondja nekik, hogy induljatok el a papokhoz. Tehát még csak nem is igényli föltétlenül magának azt a dicsőséget, hogy én gyógyítottalak a betegeket, menjetek el a papokhoz. Elindulnak még betegek, és útközben egyszer csak észreveszik magukon, hogy meggyógyultak. Na most utána visszajön egy a 10-ből, és dicsőíti Istent. Most ebből mit láthatunk? Hogy Jézus azt akarja, hogy dicsérjük Istent. Nem feltétlenül csak önmagára akarja irányítani a figyelmet, hanem Isten dicsőségére. És ilyen van a János evangéliumban is, amikor valakit meggyógyít, és szinte nem is akarja, hogy megtudja az a beteg, hogy ő volt az Jézus Krisztus,
elsétál onnan, és ez a beteg, amikor kérdezik, hogy ki mondta, hogy, hogy vedd fel az ágyadat, nem is tudja megmondani, hogy ki gyógyította meg őt. Ebben mutatkozik meg Jézus alázata. Jézus nagyon sokszor tehát a szabadulást akkor is magadta már az embereknek, ami előtt Istenhez fordultak volna. Összegzésül tehát Jézus azt akarja, hogy Istent ismerjük és szeressük. Ez még sokkal fontosabb, mint maga a gyógyulás. Mert Krisztus halála az nekünk az üdvösséget hozta el. Ugye nagyon sokszor egy beteg, ha meggyógyul utána, újra beteg lesz. A Lázárt is, amikor föltámasztotta Jézus, utána bizonyos idő elteltével nyilván Lázár újra meghalt. Sőt, lehet, hogy úgy történt, hogy a főpapok irigységből őt is megölték, mint Jézus. De a cél az, hogy megismerjük Isten szeretetét. Kedves testvérek, a remény nem csalgat minket, ahogy hallottuk Pál apostol szavaiból. Ahogy hallottuk Jézust, ő küld bennünket úgy, mint ahogy őt küldte a mennyi atya. Ezzel a hittel, ezzel az erővel vagyunk most itt, és ezzel a bátorsággal higgyük el, hogy Jézus most is gyógyít itt és köztünk. És ezzel a reménnyel bizakodunk, hogy a Szentlélek kiárad ránk, és ez a remény nem fog megcsalni minket. Jézus nevében gyógyító Szentlélek lépjen be a ti testetekbe és látja, és mutasson meg a szabadulás óráját most. Jézus nevében gyógyuljanak meg. Jézus nevében távozzon belőletek a betegségnek minden mozzanata, a gyökerestől szakadjon ki. Jézus nevében távozzon, és szűnjön meg minden titkos kód.